ez kerül ennyibe, ez, meg ez a kicsi, amit próbálok ebben meg. Ez egy olyan vékony kis csöveske, amit gyomrába le lehet vezetni a csecsemőnek, vagy akár még egy hónapos gyereknek is, és akkor ezt látjuk a végén. Ugye köszön? Ez egy kamera, tehát itt látszik a tenyeremnek a redőzete. 11 millió forintba került ennek az úgynevezett videogasztroszkóp rendszernek a korszerűsítése. Az eszközt már használják a Nyíregyházi Józsa András Oktatókórház gyermekosztályán. Dr. Dicső Ferenc osztályvezető főorvos szerint a berendezés hiánypótló. Csecsemőtől a serdülőkorig használható gyomor és bélbetegségek diagnosztizálására, de terápiás beavatkozásokra is alkalmas. Gyerekeket altatni kell, ezért van ez a kontakt helység, ez itt az altatókészülék, amivel altatjuk a gyerekeket. Így egy ilyen vizsgálat, ez kb. 30-40 percig. A fejlesztéshez szükséges összeg jelentős része országos és megyei vadászszervezetek összefogásával gyűlt össze. Az erről szóló tájékoztatón elhangzott, második alkalommal rendeztek országos jótékonysági vadászatot gyermekosztályok megsegítésére. A tavaly decemberi esemény után több mint 3 millió forinttal támogatták a nyíregyházi gyerekosztályt. Idén ezt bőven túlszárnyalták. A jótékonysági vadászat nonprofit Kft. Ebben az évben 7 millió forint értéket tudott számunkra adományozni, amelyet a beteg gyermekekért alapítvány további 4 millió forinttal egészített ki, és így egy gyomorbélrendszer vizsgálatára alkalmas endoszkópos berendezést vásároltunk. Évente körülbelül a megyében 200 gyereket vizsgálunk gyomorbélrendszeri betegségekkel. Vannak olyan gyerekek, akiket több alkalommal is kontrollálni kell. Ez egy invazív beavatkozás, nyilván a gyerekek és a szülők számára is nagyon fontos, hogy megbízható, megfelelő minőségű és nagyon jó diagnózist adó eszközzel tegyük ezt a vizsgálatot. Az adományozásról tartott tájékoztatón elhangzott, a vadászszervezetek eddig 19 megyei kórházat segítettek abban, hogy hiánypótló eszközöket szerezzenek be. A jótékonysági vadászat elindítása óta 82 millió forintot csatornázott a karitatív programon keresztül a magyar vadásztársadalom a magyar egészségügybe, minden esetben gyermekosztályok fejlesztését, eszközparkjaik fejlesztését céloztuk. A tavaly évben az országos eredmény 35 millió forint volt, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére 7 millió forint esett. A tájékoztatón azt is elmondták, az országos kezdeményezés sikere a megyei vadásztársadalomnak is köszönhető. Szabolcs-Szatmár-Berekben mintegy 4000 egyesületi tagból több mint 230-an adományoztak a gyerekosztály számára. A tervek szerint idén decemberben is lesz jótékonysági vadászat. A cél most is, mint minden évben, hogy a korábbiakhoz képest magasabb összeggel tudják támogatni a gyermekek gyógyítását.